Szevasztok srácok, ez itt újra az építs fel és a szokásos vasárnapi 300 alatt, viszont amit itt most bemutatok nektek, az egyáltalán nem lesz szokásos, mert hogyha emlékeztek rá, karácsony környékén volt egy unboxing videó, amiben kibontottam ezt az egész pakkot nektek, amit egyébként Vörös Miklós küldött, úgyhogy még egyszer nagyon meg szeretném köszönni, hogy egyáltalán ő gondolt rám. Ő egy képzőművész, hogyha kíváncsi vagytok a csatornájára, akkor fönt a sarokban nézzetek föl rá, egész menő képeket szokott komponálni, és egész menő egyedi minifigurákat szokott készíteni, és ennek alkalmából ő elküldött nekem egy régi stílusú készletet, mégpedig a 68-76-os Alienator, tehát a Blacktron korszakból származó készletnek az újra gondolt verzióját, az ilyen zöld-fehéresített verzióját küldte el nekem, úgyhogy a mai adásban ezzel a készlettel fogok foglalkozni. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! Na de hogy mivel is fogok ma dolgozni, azt gyorsan meg is nézzük, mert még igazából én sem mondogattam ki, igazából ez csak egy támaszték volt, úgyhogy ezt el is teszem innen. Szóval, hogy mivel dolgozunk, azzal még 100%-ig én sem vagyok biztos, mert direkt nem bontogattam ki az acsikat, hogy hát nekem is legyen meglepetés. Egyébként ezt a kis figurát azért is készítettem be ide, mert hogyha emlékeztek rá, tavaly volt egy ugyanilyen, vagyis egy nagyon hasonló tartalom, akkor ő tervezett egy ilyen piros-fehér színű kis Startron minifigurát, hogyha annak a videónak a részleteire vagytok kíváncsi, akkor ugyanúgy fönt a sarokban meg tudjátok nézni. Szóval ez a tavalyi alkotása, viszont idén érkezett ez az új figurája, ami hát eszméletlenül milyen szépen be van már csomagolva. Tényleg teljesen úgy néz ki, mintha egy ilyen official LEGO figura lenne. Egyébként ez egy limitált szériás kis figura, összesen csak 100 darabot készített belőle, és hát nekem az egyiket elküldte, úgyhogy tényleg még egyszer nagyon szeretném megköszönni. Egyébként van egy kis matricám is, mégpedig ezekről a figurákról van egy kis kép, Startron Emerald Hunters néven, úgyhogy még egy ilyen kis matricát is biztosított számomra, ami hát ismét egy egész menő kis kiegészítő. Na de most van nekem itt kettő nagyobb zipbegem, és van kettő kisebb zipbegem, amiben elemek és különböző leírások találhatóak. Először is nézzük meg, hogy mi van ebben a leírásos verzióban, amihez egyébként hát mindegyik verziójában, mert azt ugye már elolvastam, hogy háromféle verzióban lehet összeépíteni ezt a gépet, szóval hát egy ilyen aláírt kis képet is elküldött nekem, amiben az összeépített kis LEGO készletekről van szó, csak ennek ugye az a zöld-fehéresített verziója, úgyhogy ezt is még egyszer nagyon köszönöm, tényleg egész jól néznek ki ezek a képek, főleg azok a hátterek nekem nagyon tetszenek, ezek a 80-as évekbeli megjelenítések, szóval itt van az összerakás útmutató, amiben ugye háromféle verziót lehet összeépíteni. Először is itt van az A verzió, amit hát hamarosan össze is fogok nektek építeni, minden szépen egyesével ő lefotózgatott, úgyhogy tényleg belerakta az energiáját és az idejét. Nem tudok elégszer köszönetet mondani neki. Aztán itt van maga a néhány készlet, amiről szó van, vagyis hát alkatrész, amiből hát ezek normális LEGO alkatrészek, sőt azt hiszem korabeli alkatrészek, úgyhogy előfordulhat itt-ott még sárgásodás is, úgyhogy ennek én csak nagyon örülök, hiszen régi LEGO készletről van szó, azoknak mindig másmilyen a tapintása, mint az újaknak, és ez mellé még az alkatrészekhez ugyanúgy csomagolt ebbe a kis tasakba is pár képet, sőt még egy... Na ne! Sőt még csinált egy összerakási mutatót is, ami tök úgy néz ki, mint egy normális LEGO összerakási, persze a korabeli időszakból, hogy emlékeztek rá, akkor voltak ilyen kisebb készleteknél, amikor itt szét lehetett hajtogatni, és ő megcsinálta ezt egyedileg ehhez. Hát kreativitásból ott sincs hiány, gratuláció hozzá, de még van itt egy kis képünk, amit egy kicsit nehézkes kiszedni innen. Ez is egyébként dedikálva van, ami elég menő, és ez maga ugye az a főalkotás, amit az A verzióban kell majd összeépíteni, ugye egyébként ez a... Direkt megnéztem nektek, mert annyira nem vagyok benne ezekben a régi űrhajós készletekben, ami ugye a régi Blacktronos készletek alapján épült meg, mégpedig az Alienator, ugye a 68-76-os, mint ahogy a videó elején is mondtam nektek, csak ez annak a fehér és zöld változata, mert ugye az eredetit gondolom, hogy itt a képen pont látjátok, az egy fekete-sárga verzió volt, és ő megalkotta ebben a színben, hogy teljes mértékben harmonizáljon ahhoz a minifigurához, amit ugye ő tervezett hozzá. Úgyhogy srácok, tényleg nincs is a sátra, én összeépítem ezeket az alkotásokat, mert szerintem mind a hármat össze fogom építeni, és akkor már mind a hármat megnézzük szépen egyesével.
Nos, srácok, hát egy viszonylag gyorsabb összeépítés után már kész is lettem ezzel a pirodalmi csoszogóval, majd mindjárt meglátjátok, hogy miért is hívom így. Egyébként pontosan megegyezik az eredeti 68-76-os LEGO készlethez, csak annyi a különbség, hogy itt megváltoztak a színek, mert ugye az eredeti verziója egy fekete aranyszínű volt, ez viszont megkapta ezt a fehér és zöld árnyalatot, és hát igazából még annyi a különbség is a kettő között, hogy itt a minifigura is teljesen más, ez is egyedileg készült, és extrába itt még van egy másik minifiguránk is, ami igazából nem minifigura, mert egy épített figuráról van szó, én akkor is a minifigurák közé számolom. Ahogy látjátok, gondolom most a B-roll felvételen, ez egy ilyen kis épített fehér-zöld színű kis robotocska, aminek egyébként a megalkotója eredetileg, le van ide nekem írva, bocsánat, hirtelen elfelejtettem, Gallik Attila volt, úgyhogy nagy-nagy gratuláció neki is, mert tényleg egész jól sikerült is. És hát az eredeti verzióját azt hiszem ő piros-fehérben tervezte meg, csak ugye aki nekem elküldte ezt a készletet, átalakította ilyen zöld-fehér színekbe, úgyhogy tényleg ez a figura egész jól néz ki. Ugye ez eredetileg nem volt része a 68-76-os készletnek, ami egyébként 86 darabos, azt talán el is felejtettem nektek mondani a videó elején, de hát ugye itt van az a minifigura, amit ő készített hozzá, és ezt egy kicsit fáj, de ki kell bontanom. Meg kell nézzük, hogy hogyan is néz ki. Nagyon szépen meg van csinálva. Nem akarom megrepeszteni ezt az egész dobozt. Szóval nagyon szépen eleve meg van csinálva ez a kis papírka, amit mögé rakott. Teljesen úgy néz ki, mint hogy egy tényleg egy officially bármilyen készletből szerepelne, vagy egy ilyen komikkonos verzió lenne. Szóval itt van a minifiguránk, ahogy látjátok, megkapta azokat a régi stílusú Classic Space jegyeket, ami ugye abban kimerül, hogy van egy fehér lába, egy egyedileg printer torzója, ami hát ebben az esetben Vörös Miklós által készült el. Egész jól néz ki, vannak zöld karja is, és fején található egy bukós isak, ami ilyen zöld kis rostét kapott. Egyébként, hogyha levesszük róla a sisakját, akkor látjátok, hogy ugye ez már nem az eredeti minifigura fej, hanem a sokkal újabb kiadása, ettől függetlenül még mindig nagyon hasonlít az eredeti, simán mosolygós minifigurák arcára, és ahogy látjátok, a hátulján megtalálható egy ilyen kis űrhajós kiegészítő, amit ugyanúgy rá kellett akasztani a hátára. És hát végül el is érkezünk magához az alkotásunkhoz, a birodalmi csoszogóhoz, amiben hát van egy játékfunkció, pontosan azért hívom birodalmi csoszogónak, mivel, ahogy látjátok, egy, hát így tud csoszogni előre. És így gyakorlatilag ez a játékfunkció nagyon elmésen ki van találva, szerintem egész jól néz ki. Pláne, hogy azért azt vegyétek figyelembe, hogy ez a készlet 1988-ban készült el, és hát akkoriban ez egy egész menő készletnek számított. Azért ezen kívül még található benne jó néhány mozgatható alkatrész. Először is ugye a hátsó részét, a csomagtartóját gondolom, föl lehet nyitni, és akkor megláthatjátok, hogy ott van benne kettő darab ugyanúgy zöld kiegészítő, ami hát egyedileg került bele ebbe a készletbe, sőt még ugye a pilóta fülkének a üvegrészét is föl tudjátok emelni, hogy szépen bele tudjátok tenni a minifiguránkat, ami természetesen pontosan passzol ide, rábírjátok csukni, és már kész is az alien vadászatra. Na de, ez a videó nem lenne teljes, hogyha nem mutatnám be a különböző verziókat, amit össze lehet építeni ebből a szedből, amit hát nem csak ebből a szedből, hanem az eredeti verziójából is össze lehetett építeni. Mivel ez egy kicsi készlet, ezért most volt időm rá összeépíteni, úgyhogy majd gondolom a B-rollokon pont látni is fogjátok, hogy hogyan is néznek ki ezek. Sőt, Vörös Miklós volt annyira jó fej, hogy még külön stop motion felvételeket is csinált nekem, amit szerencsére tudok használni a videóban, úgyhogy hát nagy-nagy köszönet érte. Nekem az életben nem lett volna ennyi időm rá, hogy ezeket fölvegyem, de köszönöm szépen, és hát azért élvezzétek azokat a felvételeket, mert tényleg nagyon jól sikerültek. Szóval először is össze lehet építeni egy ilyen támadó repülő egységi, ahogy látjátok az órán ott vannak azok a zöld lézer elemek, amiket hát gondolom pontosan azt a célt szolgálják, hogy éppen lövöldözzék le az alieneket. Aztán ezen kívül van még egy kisebb repülő alkalmatosság is, ami szerintem inkább egy ilyen felderítő egység lehet. Gondolom itt ebben a verzióban nem alkalmazzák az összes LEGO elemet, mert sokkal kisebbnek tűnik, mint az eredeti verzió. Jó, ezt most azért gondolom, hogy így lehet, mivel hát még itt nincs összeépítve, de majd a B-rollon fogjátok látni, hogy így van-e, és gondolom ki fogom írni, hogyha ez így volt. Aztán van egy harmadik verziója is, ami ismét egy földi egység, legalábbis szerintem, és hát ez inkább egy ilyen kabrió verziója ennek az Alien Eaternek, de kicsit máshogyan néz ki, gondolom egy kicsit másmilyen feladatokat lát el ebben az univerzumban. Nos, srácok, hát ez volt a 68-76-os készletnek a kicsit átdolgozott verziója, egy kicsit magyarosított verziója, úgyhogy szeretném még egyszer megköszönni Vörös Miklósnak a lehetőséget, hogy elküldte ezt a készletet és ezt az egyedi minifigurát nekem. Nagyon örültem az összeépítés folyamán, és hát eleve örültem arra, hogy egyáltalán gondolt rám. Ez a sok kép, és még ez a
összeszerelési útmutató, lehet, hogy az építés a legjobb ebben, de akkor is ez az összeszerelési útmutató, hogy így meg van csinálva, nálam ez minden pálmát mit. Úgyhogy még egyszer tényleg köszönöm szépen, és hát srácok, találkozunk veletek a következő adásban. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok, lájkkal jelezzétek, iratkozzatok fel a csatornára, mert az még mindig nagyon fontos, és hát a következő adás gondolom, hát vagy egy meglepetés unboxing lesz, vagy egy szokásos keddi bemutató. Addig is jók legyetek, szevasztok!